A gyermeknapot közel 100 évvel ezelőtt Törökországban ünnepelték meg először. Majd az ENSZ közgyűlésének 1954-es döntése nyomán a világ valamennyi országában elterjedt. Az ünnep célja, hogy felhívja a figyelmet a gyermekek jólétének fontosságára. A Nemzetközi Gyereknapot május utolsó vasárnapján ünnepeljük. Ilyenkor vagy ehhez közeli időpontokban az ország számos pontján szerveznek játékos programokat, ahol a gyerekeké a főszerep. Nagykállóváros óvodásai és kisiskolásai izgatottan várakoztak a sportcsarnokban a Városi Gyermeknap alkalmából. A gyerekek azért érkeztek, hogy meghallgathassák az ismert előadó Szalóki Ági koncertjét, valamint részt vegyenek különféle foglalkozásokon. Az énekesnő 15 éve foglalkozik gyermekdalok kiadásával. Kérdésünkre tehát elmondta, hogy mi adta ehhez az ötletet. Az, aki gyerekek közelében van, az boldog ember. Akár pedagógus, akár szülő, akár zenész. A gyerekek közelében valahogy mindig nagyon vidám és színes tud lenni az élet. Nem feltétlenül az anyagiakon múlik ez a boldogság, amit a gyerekek okoznak, azt magukban hordozzák, valami olyan az emberre született természetes derű van a gyerekekben, amiből érdemes meríteni, érdemes tanulni, és hát persze a felnőttek is adnak a gyerekeknek, tehát nagy felelőssége mindenkinek, aki gyerekekkel foglalkozik, hogy értéket adjon nekik, és mindez pedig szeretettel és figyelve, rájuk figyelve. Azt hiszem, hogy a mai világban, amikor nagyon sok információ vesz minket körül, az egyik legnehezebb feladata mindenkinek, hogy az információ rengetegből, abból a több milliónyi információból kiválassza maga számára a jó információkat, azokat, amelyek építik az ő lelkét és testét és szellemét. Ugye egy kisgyerek kiszolgáltatott helyzetben van, hiszen a gyerek utánozza a felnőtteket, és hát sajnos nem csak a jó modellt, a jó példákat, hanem a rosszat is. Így aztán a felnőtteknek nagy felelőssége van abban, hogy ebből a sok információból milyen információt ad át a gyereke számára, ahhoz, hogy ez a kisgyerek a felnőtt életében egy kiegyensúlyozott, szerény, szorgalmas, boldog, nyugodt, derűs ember tudjon lenni. Mert hogy így születünk alapvetően, de hogy meg tudjuk őrizni ezt a kisgyereket magunkban, ehhez nagyon sok munkára van szükség, és mi is azért dolgozunk 15 éve a zenésztársaimmal, hogy ilyen kiegyensúlyozott és boldog, nyitott és érdeklődő mosolygós felnőtteket láthassunk. A gyerekek körében hatalmas sikert aratott a közel egy órás program. Együtt énekeltek és táncoltak az előadó művésszel, mivel Szalóki Ági folyamatosan gondoskodott arról, hogy a kicsik is úgy érezzék, ők is részesei a produkciónak. De nem csak itt énekelt az ismert előadó, hanem felkereste a nagykállói bölcsődéseket is, akikkel szintén jól szórakoztak, hogy a legkisebbek sem maradjanak ki a gyereknapi programból. A gyerekek részéről lehetőség volt még különböző foglalkozások kipróbálására a sportcsarnokban előhívott gyermeknapon, hiszen jelen volt többek között a nagykállói rendőrség csapata, akik új és tenyérlenyomat olvasásával, illetve kerékpáros ügyességi játékokkal kedveskedtek a gyerekeknek. Az ünnepségen megtalálható volt még a nagykállói egészségfejlesztési iroda, ahol tesztelhették a részegszemüveget és az újraélesztést, valamint lehetőség volt körmöcskézésre, gyöngyfűzésre és színezésre. Az udvaron pedig tűzoltó autó és rendőrautó bemutató várta az érdeklődőket. A nagykállói egyházak képviselői is érdekes játékos feladatokat hoztak a gyerekek számára, amik szintén nagy sikert eredményeztek a gyerekeknél. Tehát jó hangulatban, játékosan telt el a gyermekeknek szóló ünnepség Nagykállóváros sportcsarnokában.